Szóval, ez egy Radeon R9 270X, ami 6 éve lett vásárolva, 2014-ben, és azóta minden grafikus igényt kielégített, úgy, ahogy ugye már tudjuk, hogy nem a legerősebb, de régóta velem volt, hűséges volt, és ezért hiányozni fog. Csak történt most 2020 nyarán, hogy elhunyt. Sajnos a videókártya egyszer csak úgy kikapcsolt. A gépről elment ugye a kép, és többet nem adott képet. Hát elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mi lehetett a probléma. Hogy eleve a videókártyával van-e probléma, vagy valami mással. Mert először azt hittük, hogy valami más a hiba, de elég hamar kiderült, hogy a videókártya ugyanis. Haveromtól kaptam kölcsön egy ilyet. Ez egy GT 630, ami nagyon gyenge kártya, de arra pont jó volt, hogy megnézzem, hogy a videókártyám romlott el, mert ugye azzal nem adott képet, ezzel igen, hát akkor videókártya romlott el. Ezt így meg is tudtuk, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy vajon mi legyen a továbbiakban. Nyár közepétől mostanáig ezt a kártyát használtam, és már ezt utálom gyakorlatilag, ez borzasztóan rossz. De most elgondolkodtam azon, hogy mit kéne venni, mert ugye mindenképp kellett venni egy újat, mert ezzel nem élhetek, szóval mit kéne venni. A legjobb árérték arányra törekedtem nyilván, és hát szemem előtt volt a 1050 Ti, amit elég hamar le is tettem róla, mert úgy 40-50 ezer forint körül találtam, de én egy kicsit többet akartam kihozni a pénzemből. GTX 1650 egyre jobb választásnak tűnt, az 48 ezer forintért találtam GTX 1650-et, amit meg is tudtam volna rendelni, de még időben találtam rá a Radeon RX 570-re. Igen, ez lett a végső választás, ugyanis 50 ezer forintba került ez a kártya, de egy 8 gigás kártyáról van szó, ami ráadásul még egy kicsit túl teljesíti a 1650-et, inkább a 3 gigás 1060 szintjén van, és ennyi pénzért szerintem ez a lehető legjobb árérték arányú kártya. A kártya specifikációit azokat kiírom, és igazából nézzétek meg azt a videót, amiben kibontom ezt a szépséget, illetve pár felvétel van arról, hogy elég bénán próbálom beszerelni a gépembe, azt is bevágom, aztán a következő videóban érkezik majd a játékteszt. Szóval itt ez egy gyönyörű hely, ahol kibontottam annól az AirPods-ot is, és akkor szerintem ne vattakoljunk bele sokat. Felvágjuk a csomagolást, és remélem nem lesz ráragasztva semmilyen adat, mert itt a csomagoláson kívül van, de belül nem nagyon kéne lennie. De van ráragasztva valami privát dolog, szóval azt is próbálom, hogy ne látszódjon. Most cenzúrázok róla, hát tudjátok, hogy megy ez. Ó, igen. Itt a picike. Mi van a csomagban? Na vajon, mi van a csomagban? Nem kéne elvágnom így semmit, ami fontos, pláne a kezemet nem. Helyes. Jó, én ezt szépen akarom kibontani, mert a csomagolás kell. Ó, igen. Ó, igen. Ó, igen. Ó, igen, szóval van egy telepítőnk, amit majd letöltök netről, mert nincs CD-olvasó a gépemben. Van egy használati útmutató. És maga ez a szépség. Amit most beszerelek. Elment a fókusz. Remélem csak így a végére. Most nekem ugye több mint fél évig, hát az jó, nem több mint fél évig, de nyár közep óta nem volt videókártyám, szóval a haveromtól kölcsön kaptam egy ilyen GT 630-at, amit most precízen eltávolítunk. A
ha ő is úgy gondolná, hogy ki akar jönni. Ez be lett csavarozva? Én nem emlékszem úgy, hogy becsavaroztam. Jó, nem. Ah, gyönyörű. És akkor most... ő jön. Nagyon remélem úgy, hogy be fog férni, mert rendelhettem volna, tudjátok, ezt a több ventilátoros modellt is, csak az nem fért volna be. De ha jól látom, ez be fog férni. Mert a több ventilátoros modellel nem az volt a baj, hogy hosszra nem fért volna be, mert itt bőven van hely, hanem ide nem fért volna be. Ha egy fél centivel vastagabb lenne a kártya, már nem férne be. De ha jól... oh. Erre felizgulok. Ha nem lennék balfasz. Na jó. Szóval nagy nehezen beraktam a gépbe a kártyát. Ó, milyen szexi, be is van dugva. És elkezdtem a driver telepítését, ami hamarosan megvan, szóval utána mehetnek a játékok. Amúgy a játékteszteket egy külön videóban fogom megcsinálni, mert annak a videónak lesz egy egyedi koncepciója, beszélni meg nem tudok, de majd abban meglátjátok, hogy mire képes ez a kártya. Szóval ez a videó ennyi lett volna, hamarosan jön a játékteszt, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!